jogász, politikus, férj és apa. Kocsis Mátét látom ma vendégül a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában, a Mi vagyunk a magyarokban. Üdvözöllek, Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szívesen. Az emberek többsége, hogyha téged néz, téged lát, akkor az nagy valószínűséggel mondjuk a parlamentben történik, a parlamentben kiosztod Gyurcsány Ferencet, vagy ehhez hasonló tévéstúdiókban beszélsz aktuális politikai ügyekről. Arról viszont keveset tudunk, hogy hogy lettél politikus. Mi volt az a közéleti indítatás, ami elindított ezen a pályán? És a nézőknek azt már most jelezzük, hogy a beszélgetésben tegeződni fogunk, régóta ismerjük egymást. Igen, köszönöm a meghívást. Hát az első kérdésre többféle válasz is létezik. 2006-ban az önkormányzati választáson úgy indultam el, hogy megkértek rá. Tehát 2006-ban, még tavasszal az országgyűlésén a Budapesti Választási Bizottság Fidesz-KDNP-s delegátja voltam, és ősszel, 2006 őszén kérdezték, hogy a 8. kerületben, ahol én felnőttem, meg ahol az iskoláimat végeztem, meg ahol egyébként ma is élek, ott nincs-e kedvem elindulni önkormányzati képviselőként. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nem egy tudatos folyamat, vagy egy személyes törekvés volt, hogy bekerültem a politikába, még akkor is, ha ez a helyi szinten egy helyi önkormányzati egyéni körzetet jelentett, hanem hát mondjuk úgy, hogy véletlenszerűen, a saját szempontomból mindenképpen véletlenszerűen, és akkor ott ősszel indultam, abban a körzetben indultam, amelyikben felnőttem, úgyhogy meg is választottak. Sok jó élményem volt a kampányból, mert amikor először gyűjtöttem, akkor még ajánló szelvények voltak. Akkor bekopogtam a Bródy Sándor utca 13-ban egy lakásba, és mondta a néni, hogy nagyon szívesen támogat, de azt ugye tudom, hogy jó pár évvel ezelőtt még kisiskolásként én dobtam be az üvegét hógolyóval. És akkor beugrott, hogy tényleg volt ilyen, mikor keresztben hógolyóztunk az utcán, az iskolába hazafele menet, akkor az egyik egy kicsit fölfelé ment, és akkor a szüleimnek ki kellett fizetniük egy üvegezést, de aztán a néni meg nagy támogatom. Tehát egy nagyon jó élményekkel, meg tényleg helyiként egy nagyon jó és erős felhatalmazással nyertem akkor a választáson, és onnantól meg jöttek egymásra épülően. Ugye először alpolgármester lettem, aztán 2009-ben később, amikor az elődöm betegség miatt lemondott, akkor meg polgármester, és onnantól meg már sodródtam beljebb. Vissza fogunk még térni a politikai pályádra, azonban érdekel, itt említetted már a szüleidet. Korábbi beszélgetéseink során többször említettük, vagy többször beszélgettünk már édesapádról, nem ismerem személyesen, de az elmondásaid alapján egy elég kemény ember. Hogy befolyásolta, igen, ezt szoktad mondani, hogy befolyásolta a gyerekkorodat, a szülői kép, édesapád, édesanyád? Nem is szűkíteném csak a szüleimre, ugye itt a családi hagyomány az mindig fontos, ha valakit meg akarunk ítélni. És én alapvetően mindig egy nagyon jobboldali, nagyon, nagyon konzervatív, nagyon, nagyon polgári családban nőttem föl, és az előtörténetünk is oda vezet vissza. Az én dédnagypapám az ideiglenes nemzetgyűlésnek, a debreceni nemzetgyűlésnek a képviselője volt. A Hódmezővásárhelyi Kisgazdapárt, aminek akkoriban 1000 tagja volt, őt választotta meg elnöknek, és aztán a nemzetgyűlés tagja lett. Tehát a politikai szál azért jelen volt a családban, és ebből ered az antikommunista attitűd is. Ugye az én dédnagypapám aztán a csillagbörtönben kötött ki, és abba halt bele, hogy leütötték a veséjét. Tehát túl jó családi élményeket nem táplálunk a kommunistákkal szemben. Ráadásul ugye a vagyonelkobzásról is érdemes lenne szót váltani. Hát volt, ha jól emlékszem, gyerekkoromból 240 holt földje dédapámnak, és ugye ez nyilván a közösbe belement, tehát lelkileg, testileg és erkölcsileg, anyagilag mindenhogy tönkretették a felmenőimet a kommunisták, és ebben a szellemben nőttem föl. Tehát én a nagyszüleimtől sem hallottam mást, különösen apai ágom volt ez erős, hiszen az apai ágamról származó déd nagyapámról van szó.
ez a fajta neveltetés. De az édesanyám ága és a nagymamám, az egyetlen élő nagyszülőm, aki hála Istennek még most is él, nagyon mélyen hívő katolikus asszony, és egy szintén egy vonalas életfelfogást képvisel. És aztán ugye édesapám 1998-ban a MIÉP-nek volt az önkormányzati képviselőjelöltje, és én akkor 17 évesen segítettem az ő kampányát, ragaszgattam a plakátjait, beléptem az ifjúsági tagozatba, azóta hallgatom egyébként, hogy én miépes vagyok most. Igen, most legutóbb éppen... Balliberális sajtó egyik kedvenc szófordulata veled. Igen, de én erre büszke vagyok, meg ezek mindig azt hiszik, hogy nekem az lenne a jó, hogyha megtagadnám a saját apámat, mert magukból indulnak ki, de én nagyon büszke vagyok rá. Tehát én nagyon szégyelném apámat, hogyha SZDSZ-es vagy MSZP-s lett volna a 90-es években, de így borzasztó büszke vagyok rá. Tehát ahányszor mondogatják, én mindig jobban érzem büszkén magam. Büszkén tekintesz rá. Igen, ráadásul apám azt mondta régen, hogy 1998-ban, hogy miépes lett, hiszen kisgazda hagyományú a családunk. Hát az egész felmenői ágam, az előbb említett dédapámtól elkezdve, még a 90-94-es választásokon apámat is ideértve, kisgazda szavazók voltak a felmenőim, és azt mondta apám, hogy 4 év Horn Bokros kormányzás után az a minimum volt, hogy miépes lesz az ember, tehát radikalizálódik, ami egyébként nem azt jelenti, amit próbálnak belemagyarázni, hogy ez egy gyűlölködő vagy antiszemita közeg lett volna. Engem a szüleim soha nem neveltek sem gyűlölködésre, sem antiszemitizmusra, sem semmire, én sosem hallottam tőlük ilyet. Ez ugyanaz az ócska, ilyen liberális megbélyegzés, amit nagyon sok mindennel szemben alkalmaznak. Tehát, hogyha nem nekik tetsző dolgot mond valaki, akkor arra azonnal tesznek egy bélyeget. Nem az a lényeg, hogy az a bélyeg igaz-e, vagy nem, vagy megfelel-e a valóságnak, vagy nem, hanem az a lényeg, hogy ezáltal lejárassák azt az embert. És mélek után ezt szerintem már mindenki megtanulta kezelni, ezért hogy nem is szoktam különösebben erről beszélni, ismételgessék csak. Nagyon, nagyon jó volt, hogy apám akkor politikai pályára lépett. Egyrészt, mert kaptam egy olyan képet nagyon fiatalon egy politikai közösségről, ami korábban nem volt. És nyilván ez a későbbi politikai meglátásaimat, vagy hogy mondjam, ezt a politikai közösségi életemet is befolyásolta. És apámnak ez a politikai vénája mai napig is megvan, véletlenül tőle örököltem, meg dédapámtól, és megmondom őszintén, hogy nagyon büszke vagyok olyan értelemben is a családomra, meg a felmenőimre, hogy én nemhogy rosszat nem hallottam tőlük, de nagyon sok mindent kaptam. És nem csak anyagi értelemben, és bár jó módú családban nőttem föl, ezt nem is titkolom, hogy a Jóisten meg a szüleim szorgalma az mindig megadott mindent, ami nekünk a jó élethez kell. De hogy mondjam, az életre való felkészítés szempontjából is sokat kaptam tőlük, úgyhogy bárki bárhogy szidja az apámat, vagy bármelyik szülőmet, én nagyon büszke vagyok rájuk, és szerintem sokat megirigyelnének egy ilyen családot, mint amilyen nekem van. Menjünk vissza a gyerekkorodhoz és a 8. kerületbe. Említetted már, hogy a 8. kerületben nőttél fel. Milyen volt a 8. kerület akkoriban, amikor te gyerek voltál, és milyen volt Kocsis Máté gyerekkora a 8. kerületben? Hát a 8. kerület az olyan volt, mint a híre. Hát nekem a 8-ker? Hát a 8-ker, igen. Ráadásul én nem is a legbelsejében, mondjuk úgy, hogy nem a legrosszabb részein, hanem a Palota negyedben, a Nemzeti Múzeum mellett nőttem föl, ami azért már inkább egy belvárosias rész volt, akkor is, ma már pláne az. De ettől függetlenül jó pár kabátom bánta az iskolából hazameneteleket. Hát akkor az divat volt a 80-as években, hogy leszedegettek ezt azt az emberről az utcán, hogyha úgy adódott. Én azt úgy fogtam fel mindig, hogy az is az életre nevelt. Tehát egy kemény osztályban jártam, sok volt a tornaöltözőben a verekedés, meg durva, de életszagú volt. De balhés gyerek voltál egyébként? Tehát ezeket a szituációkat kerested, vagy megtaláltak? Nem voltam kifejezetten balhés gyerek, de mindig megvédtem magam. Uh-huh. Tehát ez az igazság érzet, amit már említettél, hogy a szüleitől, dédszüleitől hozol, ez megvolt már akkor. Meg, és egy kicsit néha túlzó is. Talán ma már nem, de azért bennem mindig így túltengett ez az igazság.
keresés, meg egyáltalán a méltánytalan helyzetek felszámolása az mindig a célom volt, de így volt az iskolában is visszatérve, nem voltam különösebben balhés, meg hát nem kell ezt azért túl gondolni, tehát nem folyt vér, nem volt semmi durvaság, de azért egy kemény egy közeg ilyen... volt, kemény szavak, kemény tettek. 8. kerületi általános iskola volt, mondjuk úgy, hogy egy vegyes összetételi osztályban. Úgy tudom, hogy elég hamar megismerkedtél a sporttal, és vízilabdáztál, igen, hogyha minden igaz, kapus voltál. Igen. És a különféle információ forrásaim beszámoltak arról is, hogy nem voltál kiemelkedő tehetség. Remélem nem sértődsz meg emiatt. Nem sértődöm, hát én azért hagytam abba, de nem is azért kezdtem el vízilabdázni, hogy kiemelkedjem onnan, hanem nagyon hamar elkezdtem nőni. És hogy a hátam együtt erősödjön a növekedésemmel, ezért anyukám elvitt úszni. És a Komjádi úszodába jártam, és baromira untam. Már a mennyezeten hátúszásnál megszámoltam az összes keresztgerendát, már alul a csempéket, már mindent tudtam a medencébe, és baromira untam. És akkor ilyen 11 éves lehettem, amikor úgy döntöttünk, hogy ne unatkozzam annyira, de mégis a vízbe maradjak, ezért az úszás oktatás után ott volt vízilabda. De ez nem volt profi. Ez a Tipográfiának volt egy ilyen amatőr csapata, ahonnan aztán persze volt kifutási lehetőség, és akkor ott voltam játékos először, aztán elég hamar bekerültem a kapuba. Nem voltam egyébként rossz kapus, ezt hozzáteszem, nem voltam kiemelkedő, az igaz, de nem is lett volna nekem komoly sportkarrierem. Ezt én hamar beláttam, és ma is vallom. Tehát annyi tehetséges fiatal vízilabdázik Magyarországon, és ez akkor is így volt, hogy a mezőny is nagyon szoros volt, eleve a magyarok alkatilag is alkalmasak és jók ebben a sportban, és nem csak az eredményeikre gondolok, hanem egyáltalán sportág népszerűségére. De arra tökéletes volt, hogy bekerültem egy közegbe, egy másik típusú közegbe, ami nem az iskola volt, és rendszeresen sportoltam. Egyébként abban a világban én ott hogy mondjam, jó kapusnak számítottam, de nyilván nem egy jó csapat volt, vagy nem egy erős csapat volt. Nem is voltam például soha profi sportoló. Mindig amatőr sportoló voltam, de azt rendszeresen csináltam. A gimnáziumban, a Lónyay utcai református gimnáziumban jártál. Ez is egy kis kulisszatitok, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel egy iskolába jártatok, és onnan már datálódik a barátságotok, hogyha jól tudom? Hogyne, hát idén van, talán pont most van negyed évszázada, hogy a Gergővel megismerkedtünk. Évfolyamtársak voltunk, ő ás volt, én bés, de ugye a kezdeti, ugye akkor indult nem sokkal korábban a Lónyay utcai református gimnázium újra, mert 1952-ben bezárták, és 93-ban indult újra, és akkor még azért az, hogy évfolyamtársak voltunk, az nem a mai fejjel kell elképzelni, hanem azzal, hogy nagyon sok volt a közös óránk, meg közös testnevelés órák voltak, meg közös fizika órák, tehát még az egész az elején úgy össze-össze csúszott. Tehát tulajdonképpen a két osztályt azt jóformán egynek lehetett venni. Később, ahogy haladtunk az érettségi felé, ez azért már letisztult, de mi barátok voltunk, egy baráti társaságba tartoztunk, így 4-5 fiúk, és abban volt a Gergő, és egy foci csapatot is alkottunk egyébként. És többször nyertük meg a református középiskolák országos kispályás futballversenyét, ami nekünk egy nagy közös élmény, mert mindig mi játszottunk a Gergővel elől, és egyszer úgy lett a Gergő gól király 14 góllal, hogy nekem 13 gólom volt, és az utolsó mérkőzésen önzetlenül leadtam neki egy gólpaszt, és ezzel nem nekem lett 14 gólom, hanem 13, és azóta mindig azt ismételgeti, hogy bezzeg, akkor is ő lett a gól király. Van egy csomó közös középiskolai élményünk, és mai napig is helyek közel azért megvan az a társaság. És egyébként a tínédzser Kocsis Máté és Gulyás Gergely miről beszélgetett? Politikáról. Érdekelt már a közélet akkoriban? Hát hogy? Olyannyira, hogy amikor az ellenzéki kerekasztalnak a 10. évfordulója volt, az ECA megalakulásának a 10. évfordulója volt, akkor harmadikos gimnazisták voltunk, és hát ellógtunk az iskolából, de ilyen különböző indokokkal. És abban a reményben, hogy ez nyilván nem fog kiderülni, elmentünk és megnéztük. Ott ültek a számunkra
nagy és megbecsült rendszerváltó politikusok. Egy probléma volt, hogy a másnapi Magyar Hírlap, ami akkor még az SZDSZ-nek az érdekeltségébe tartozott, másnapi Magyar Hírlap úgy jelent meg, hogy a címlapon közölte az EKA évfordulónak a fotóját, és hátul a címlapon ott álltunk mind a ketten a Gergővel. Az lebukás. Hát igen, igen, hívjuk így. De számos középiskolai vitánk is mind politikai témájú volt. Egyszer nagyon összevesztünk azon, talán nem is beszéltünk két hétig egymással, hogy hány százalékot kapott a KDNP 1990-ben. És egyébként bevallom, hogy én emlékeztem rosszul, a Gergő emlékezett jól, és ezen valamiért úgy összevesztünk, hogy hány százalékot kapott a KDNP, hogy nagyon mai napig nem értem. 2004-ben Pázmány Péter egyetemen végeztél jogon. Igen. Oda is egyébként a Gergővel együtt kerültünk be, és együtt is diplomáztunk. Miért pont jog? Édesanyám járt a jogi egyetemre még fiatal korában, csak családi okok miatt nem tudta befejezni. És én azt állítom, hogy valahogy onnan örököltem tőle egy ilyen vénát. Mindig is érdekelt, és kielégítette azt az igényemet, hogy az igazságérzetemnek és az abból fakadó belső követelményemnek szerezzek érvényt. Tehát nekem, én jól éreztem magam a jogi egyetemen. Mindig azt gondoltam, hogy ez az a tudás lesz, amivel én mindig ki tudok állni majd magammal, és meg tudom magam védeni, ráadásul közel van a politikához. A jog és a politika világa azért nagyon egybemosódik, és ez mindig is így volt. Nagyon fiatalon, 28 évesen lettél polgármester. Igen. A mai 28 évesek így belegondolnak, az tényleg nagyon fiatalnak számít. Hát és egy 80 ezeres, egy szónok méretű városban, igen. Meglepődtem én is akkor. Tehát egy budapesti kerületet 28 évesen vezetni. Igen. Csicsi Béláról már beszéltél néhány szót. Milyen SZDSZ-es örökséget vettél át te annó 2009-ben? Bélát nem úgy kell elképzelni, mint egy mai fejjel vett SZDSZ-est, vagy akár egy régi rossz SZDSZ-est. Mondjuk egy Horn Gábor, tehát nem úgy kellett a Béla. Béla egy katolikus, vallásos, antikommunista ember volt, aki egyébként sokkal rosszabb viszonyban volt a Horn kormány alatti nagyszövetségesével, az MSZP-vel, mint mondjuk a jobboldali pártokkal, MDF-fel, Fidesz-szel, kisgazdákkal, kereszténydemokratákkal. Tehát olyan vad SZDSZ-es gyakorlatokról nem tudok beszámolni. És én megmondom őszintén, hogy azzal együtt, hogy sok vitánk volt a Bélával, én csak jókat tudok róla mondani. Főleg így halála után, jó pár évvel, 2012-ben halt meg a Béla. Ha rosszat is tudnék mondani, azt sem mondanám, de nem is nagyon tudok, megmondom őszintén. Egy nagyon szórakoztató, alapvetően egy vidám természetű ember volt. Ha mégis kéne hibáját mondanom, és ezt halála után is merem mondani, mert neki is mondtam, az, hogy olyan sokáig volt polgármester, hogy a végére már nem érződött az a lendület, hogy finoman fogalmazzak. Tehát nagyon sok mindent már úgy magára hagyott. És azon túl, hogy nem volt egy rossz ember, hogy mondjam, már az utolsó ciklus, amit 2006-ban megnyert, polgármester választást, azt én az ő helyében már nem csináltam volna. Sem az egészsége miatt, sem a belső motivációja már nem volt olyan. Tehát volt utána a tennivaló, ami ebből következik. Mennyire volt nehéz feladat ez egyébként itt a fiatal korod, illetve 2009 azért nem a rendszerváltás utáni magyar történelem legjobb időszaka volt, és akkor finoman fogalmaztam. Igen, én voltam polgármester a Gyurcsány-Bajnai érában, tehát erre büszke vagyok, még a Komcsik kormányzása alatt. Nem kívánom senkinek. Amikor ma ezek az ürgék jogállami, meg ilyen demokrácia kritikákat fogalmaznak meg, akkor ez mindig eszembe jut, és nem nagyon szoktam róla beszélni, de talán ez a műsor ad ennek keretet, hogy én emlékszem ám arra, amikor polgármester lettem, akkor a Draskovicsnak hívták az igazságügyi és rendészeti minisztert, és volt olyan munkatársam, aki egyszerű, mondjuk úgy, hogy titkárnői beosztásban volt, és elvitték, rabosították, és világosan megmondták neki, hogy rólam kell valami, bármilyen terhelő dolgot mondania. Tehát amikor ma ezek, hogy mondjam, és ráadásul ugye a Draskovicsnál volt egy személyes áthallás is, mert a Draskovicsnak az akkori sógora volt a politikai ellenfelem a 8. kerületben, tehát nem tudtam nem összekapcsolni a két dolgot. Tehát az a törőmetszett bolsevik tempó, amit ezek diktáltak, és az a
És az a fajta politikai kultúra, amiben ők éltek, az ma nyomokban sincs jelen. És hogy mondjam, mindig kinyílik a bicska a zsebemben, amikor ezek fölállnak a parlamentben, ugyanezek. Most történetesen nem a Draskovics, de ha jól látom, most ő is visszakerült éppen a fővárosi önkormányzathoz, akkor azért kinyílik a bicska a zsebben, amikor ezek papolnak diktatúráról, jogállamról, jogállam sérelméről, demokráciaválságról, ilyenekről. Tehát egészen elképesztő gyakorlatok voltak, és ez csak a személyes. Aztán volt nyilván egy polgármesteri megfigyelésem is, azon túl, hogy az önkormányzatok végtelenül eladósodtak. Nem volt pénz semmire, mindent elvont a kormány, nyilván gazdasági válság is volt, amit rosszul kezeltek, és ennek a terheit nagyon nagy részben aránytalanul tolták az önkormányzatokra. És most, amikor a kormány elvonta a gépjárműadót, ami egy önkormányzat költségvetésében 0,5%, akkor azok voltak a leghangosabbak, akik 2008-ban és 2009-ben elvontak 300 milliárd forintot az önkormányzatoktól, és mind megszavazták. A Botka, a Gyénémet Erzsébet, talán még a Horváth Csaba is, az összes szocialista és SZDSZ-es. Most, hogy elvontak 30 milliárd forintot, tehát az egy tizedét egy járványhelyzetben, a leghangosabban kivéreztetésről beszélnek. Tehát annyira undorító az a kettős mérce bennük, és persze ők azt mondják, hogy de hát ez a politika. Nem, ez nem a politika, ez egy egyszerű becstelenség és gazemberség. A politika az nem ilyen. És persze nem azt várja az ember, hogy ne bírálják a kormányt, csak amikor azt gondolják, hogy mindenki teljesen hülye, és elfelejti, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt mi volt, akkor szerintem tévednek. Elmegyünk most egy gyors szünetre, és innen folytatjuk. Kocsis Mátéval onnan folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen a kapcsolata Orbán Viktor miniszterelnökkel, illetve ugyanebben a témában Simicska Lajosról is megkérdezzük. Egy gyors reklám, és jövünk vissza. Mi vagyunk a magyarok, Kocsis Mátéval folytatjuk a beszélgetést. A 8. kerületnél hagytuk abba, és arra lennék tőled kíváncsi, Tőzsgyökeres 8. kerületiként, hogy mi az a törlés? A törlés az régi 8. kerületiek, akik kocsmajárók, pontosan tudják, hogy micsoda. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kocsmában a pultról, ami lejön, Tehát a kitöltött italok, amiket egész este töltögetnek. Kitöltött italokból kifolyó maradékok, a cseppek, a mosogatólé, a maradék szóda, a maradék piák egybeöntve, ilyen keverten, tehát amit letörölnek a pultról, azt belenyomják egy kis vödörbe, és abból 5 vagy 10 forint egy deci. Létezett az a műfaj. Nem tudom, hogy a népegészségügy mit szólt régen hozzá, de ez létezett, pult alól lehetett kérni. Régi belpesti lepukkant kocsmák világából ismerős lehet azoknak, akik jártak ilyen helyen. A 8. kerület tipikusan ilyen. Visszatérve a polgármesterségedre, mi az, amire a legbüszkébb vagy azon évek alatt, amíg te vezetted a 8. kerületet? Hát az, amit most kezd elveszíteni a kerület, azt a karakterváltást, hogy a 8 kerből Józsefváros tudtunk csinálni. Emlegetésében is, tehát látom, hogy a média hivatkozások hogy változtak meg évek alatt. Még régen minden 8 ker volt, aztán a végére már Józsefváros lett. Mást jelent a két szó. És ezzel együtt az a kerületről kialakult kép is, hogy ez már nem az a 8. kerület. Én ezt rengeteg helyen hallottam az országban, hogy ott tanul a lányunk, ott élnek a vejemék, stb., de azt mondják, hogy ez már nem az a 8. kerület. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy én, aki ott nőttem föl, és mindig szembesültem azzal, hogy még kiskoromban is emlékszem le, hogy sose tudtam, hogy miért, de rossz helyen élek. Ez volt az érzület. Tehát ha valaki, amikor bekerültem például a középiskolába, ha valaki a 8. kerületből jött, azon mindig ilyen fenntartásokkal voltak. És ez Záhonytól Szent Gotthárdig így volt Magyarországon. Tehát a 8 ker, ez egy olyan fogalom volt, aminek az imidzsét, vagy az összképét nagyon nehéz volt megváltoztatni, de szerintem majdnem sikerült.
És most azt látom, hogy visszafelé megyünk. Tehát amit 10 évig kifelé jöttünk, most fél év alatt sikerült gyorsan visszamenni. Tehát az ülés, eltörölték ugye most az összes rendpárti rendeletet. Mert azok mind a Kocsis Mátéhoz kötődnek, ezért azokat jól el kell törölni. Hát én azt gondolom, hogy ha nincs drogakerületben, amit tűzzel, vassal írtottunk, és még persze így is volt, de ha nem érzik a drogkereskedők, hogy itt üldözve vannak, akkor oda fognak menni, mint ahogy most meg is tették. Ugyanezt gondolom a hajléktalan ügyről, és fönntartom a lassan 10 éves álláspontom, hogy nem a 8. kerületben kell a Budapest meg az ország hajléktalanjának jelentős részét eltartani, megkezelni. Tehát ott is kell egy feladatmegosztás. Most megint 100 számra jöttek be a kerületbe, egyszerűen vonzóvá válik számukra a mostani millió. Ugyanezt gondolom a bűnözésről. Felszámolták a polgárőrséget. Megvontak a rendőrségtől egy csomó támogatást. Tehát a közbiztonság egy olyan törékeny dolog, általában is, de a 8. kerületben egy olyan törékeny dolog, hogy ott egy ilyen kis megbicsaklás, mint amit az Újváros vezetés most tesz, hogy látványosan eltörölnek rendeleteket, meg most akkor mindenkinek minden szabad, meg bele lehet nyáron feküdni a szökőkútban, a tereken, mert az végig is mindenkinek a joga, hogy fetrengjen a szökőkutakban, hogy bárki használhatja a játszótereket. Mi régen ugye azt mondtuk, hogy csak a 14 év alattiak, és akkor ez micsoda kirekesztés, meg diszkrimináció, de miért kéne felnőtt embernek a gyerekhintákon lógnia? Hát mindenkinek megvan az a kép a városban, hogy kijönnek akár az egyetemisták, vagy a rosszabb esetben mondjuk a középiskolások, és délután elfoglalják a játszótereket, beülnek a hintákba, ott rágyújtanak, ott piálnak rosszabb esetben, és az anyukák már nem tudják, hova vinni. Most ezeket mind eltörölték, hogy hát itt ez olyan szabad hely lett most a 8. kerület, hogy csak na, de hát ez azzal fog járni, mint amivel szemmel látható, hogy egyre kevesebben vannak biztonságban abban a kerületben, és ez így vissza fogja vinni a városrészt oda. Tehát amire én büszke voltam, annak most a hanyatlását is végig kell néznem, mert hiszen ott élek. 2010-től országgyűlési képviselő is voltál, 2018-ig lehettél országgyűlési képviselő és polgármester is, 18-ban. 14-ig lehettem. Bocsánat, le kellett mondanod a polgármesteri pozícióról. Sára Botond volt az utódod, aki tavaly október 13-án alul maradt Piko Andrással szemben, ugye róla beszéltünk. Milyen volt azt az estét megélned? Ugye, aki ismer, az tudja jól, Józsefváros a szívügyed, az otthonod, a hely, ahol felnőttél, ahol a mai napig élsz. Milyen volt ezt átélni? Hát Pikóval ellentétben igen, nekem vannak gyökereim a kerületben. Hát nyilván nem volt jó, de azért én akként vagyok demokrata, hogy azt véresen komolyan gondolom, hogyha a választók eldöntenek valamit, akkor kár ugrálni. És ezt egyébként a túloldalnak is címzem, ezt a mondatot. Tehát nem kell állandóan megbélyegezni egy kormányt azért, mert kormányoz. A választók döntöttek így. És a választók most úgy döntöttek, hogyha nagyon hajszállal is, tehát egészen figyelemre méltóan kis különbséggel, de most ezt a Pikó nevű alakot választották, ez ilyen, majd legközelebb nem őt választják. Ez a politika az egy hullámzó dolog, tehát kár berendezkedni egy életre bárkinek bárhova. Nem is fair, nem is ajánlott, meg nem tiszteli a választói akaratot. Az sokat elárul egyébként, hogy ilyen 0,5% körüli különbség volt kettejük között, tehát jóformán ilyen 49-49 lett a végeredmény. 130 ember, ha ellentétesen szavaz, akkor már más a képlet. Ez egy 80 000 körüli lakosságszámú városrészben azért elhanyagolható. Amiből egyébként az is következik, hogy 1990 óta a legkisebb legitimációval rendelkező polgármester ez a Pikó nevű ember. És az nagyon meglepő, hogy én például először, amikor polgármester lettem, akkor a köztem és a második helyezett közötti különbség az 50% volt. Tehát 67-17 lett a végeredmény, és nem beszéltem úgy az ellenfelemről, mint ahogy ő egy 0,5%-os előnynél beszél a kerület feléről, mert a kerület fele azért a jobboldali szavazó, akik Sára Botond szavazói voltak. És azt a fajta mozgalmárkodást, amit ő végez a polgármesteri székből, azt egyébként annyiból örömmel nézem, hogy egy polgármester az mindenki polgármestere. És ez az alak meg tudatosan nem törekszik arra. Tehát ő egy liberális, a Lipsik és a kommunisták polgármestere akar lenni. Ő nem akar más polgármester lenni.
szerintem ez egy helytelen fölfogás, de nekünk politikailag hasznos lehet. De ami róla elárul sokat, az az, hogy semmilyen alázat nincs benne a tisztséggel kapcsolatban. De még egyszer mondom, a legkisebb legitimációval rendelkező polgármester. Béla is 60% körül nyert, a régi SZDSZ-es polgármester. 60 vagy volt, hogy jóval fölötte. Én is 58, 67, 59 ilyen százalékokkal nyertem. Sára Botond is 63%-ot kapott. A Pikó 49-el úgy közlekedik, mint hogyha nem is tudom valami. Az övé lenne a kerület. Igen, mint hogyha ő valami megváltó lenne. Nekem nincs most ott vele dolgom, nem örülök annak, ami történik, nyilván politikailag sem értek vele egyet, tehát csomó minden, ami egymás ellen visz bennünket. Meg hát a lakhelyet, de lakóként igen, sem. Igen, lakóként sem tetszik, nem tetszenek a játszóterek állapotai, nem tetszik, hogy megcsinálták ezeket a biciklisávokat, mindenhol. Ne. Tehát nem értik, nem, hogy inkább úgy mondom, hogy aránytévesztésben vannak folyamatosan, csomó ügyben. De övék most a pálya, tehát kaptak hozzá testületet, polgármestert, meglátjuk, mi lesz a vége, van még 4 évük. 2018-ban frakcióvezető lettél. Úgy tudom, belső információk szerint, hogy ilyen helyzetekben mindig a miniszterelnök hívja fel az adott alanyt, aki a potenciális frakcióvezetőként tekint. Gondolom, ebben az esetben is így történt. Találkoztunk személyesen. Vagy akkor személyesen találkoztatok. Igen. Milyen érzés volt, amikor felkért a miniszterelnök, hogy legyél a Fidesz frakció vezetője? Megtisztelő. Ez nem is kérdés. Ez az egy helyes magyar szó van. Nagyon megtisztelő volt. Egyrészt, mert ő kért föl, és ezt, hogy mondjam, ez valóban egy olyan hagyomány, ami egyrészt akár lehetne kézenfekvő is, de azért nem mindenhol volt ez így, hogy a pártelnök, miniszterelnök kéri föl a frakció vezetőjét. Tehát a személye miatt is az volt, meg hát mégiscsak ez, hogy mondjam, ez egy nagyon nagy közösség, és egy nagyon nagy parlamenti frakció. És nagyon sok jó képességű, jó ember ül benne. Tehát nagyon sokan lennének jó frakcióvezetők. És hogy közülük rám esett a választás, az hogy mondjam, egy olyan tény az önéletrajzomban, amire szerintem még az unokáim is büszkék lesznek, és igyekszem ennek a megtiszteltetésnek az ellentételezéseként a lehető legjobban elvégezni ezt a munkát. Úgyhogy nyilván, ha magamról kell beszélni, ilyen értelemben az nehezen megy, de büszke vagyok rá. Milyen a kapcsolatod egyébként Orbán Viktorral? Hát jó. Nem mondom, hogy csak munkajellegű, személyesen is, hogyha személyes témák vannak, az ügyben is jókat szoktunk beszélgetni. Tudunk együtt nevetni, vannak poénok, tehát kötetlen, de mégis hierarchikus és egy jó együttműködés, meg tisztelten alapuló kapcsolatként tudnám az én részemről definiálni. De nekem nagyon nagy tanulság az elmúlt évekből, hogy a miniszterelnök mi az élet minden pillanatában ember a talpán. Tehát nagyon sokan nem gondolnák róla egyébként, hogy egy nagyon jó humorú ember, és tud kötetlen lenni, tehát nem mindig az van, amit szeretnének sokan róla bemutatni. Jó társaság, tényleg egy jó intellektus, most nyilván nem fogom itt nagyon dicsérni, mert az is visszatetsző, de aki személyesen ismeri a miniszterelnököt, és volt már szerencséje vele ilyen kötetlen helyzetben is beszélgetni, vagy dumálni mondjuk így, talán jobban élik ahhoz, az rájön, hogy azért az a kép, amit róla igyekeznek felállítani, az nem igaz. Mi a véleményed Simicska Lajosról? Hát ott nem tudok ennyire jókat mondani. Nekem volt vele kétszer életemben, már a Géna, az elhíresült Génap után két nagy veszekedésem. Az egyik az Kölnben volt, a másik pedig egy Balaton környéki településen. Az utóbbi nem, úgy éreztem, hogy majdnem össze is fogunk verekedni. Kicsit személyessé vált a dolog, tehát az, ami ott történt, az nem az én dolgom. De amit utána nekem mondott például Kölnben, hogy hogyan kellene szerinte a politikát csinálni, művelni, és kikkel kellene csinálni, az nálam nagyon, nagyon mélyre ment. Tehát
Ha lehet ilyet mondani, főleg ennyi év táblatából, most semmi tétje nincsen, akkor nekem egy kicsit személyes is volt. Tehát amikor én a saját televíziójában, amiként a jobb oldaltól lopott el, és ez volt a nagy vitánk különben, elküldhettem a fenébe, az nekem azért személyes is volt. Tehát jól is esett, és szerintem szükséges is volt, hogy azt akkor megtettem. Nyilván a jobb oldali tábor nem értette, hogy akkor most hányadán állunk a Hír TV-vel, és talán onnantól kezdve értette, de annak volt előzménye. Durva, nagyon durva volt az utolsó két találkozásom. Előtte pedig nem nagyon volt vele viszonyom, csak felületesen. Voltál polgármester, vagy országgyűlési képviselő, frakcióvezető, voltál kommunikációs igazgató. Milyen ambícióid vannak még politikai értelemben? Én nekem nem voltak soha ilyen túlfűtött ambícióim. Én szeretek a magyar jobboldal közösségének a tagja lenni. A pozíciók találtak meg téged, és nem te kerested igen, őket. Igen, ezt egyes púzussal tudom mondani, hogy én sose törekedtem semmilyen ilyen pozícióra. Most ez egy furcsán hangzik, meg nyilván aki elhiszi, elhiszi, aki nem, de most sincs bennem olyan személyes ambíció. Bennem egy ambíció van, hogy a kommunisták, meg a liberálisok ne kerüljenek hatalomra. Ha ez mondhatom, hogy személyes, akkor nekem ez a személyesen. Én köszönöm szépen, jól érzem magam a bőrömben, büszke vagyok, hogy egy ilyen csapatnak lehetek az egyik vezetője, de ha most megkérdezik, hogy mi szeretnék lenni, nem tudnék így mit mondani, része ennek a csapatnak. Tehát feladattalan nem akarok maradni nyilván, de meg szeretném, hogyha tehetnék érte, de tényleg nincs bennem ilyen. És ez azt mondják sokan, hogy az is furcsa, az én korosztályomban mindenkiben kell, hogy legyen ambíció. Az ambíció nem rossz dolog egyébként, tehát oda kár úgy beszélni, mintha valami bűn lenne. Sőt, ajánlom, hogy mindenkiben legyen valami ambíció, mert soha sohasemmire nem fogja vinni az életben. De én, amit most csinálok például, azt is tudom, hogy nem fog örökké tartani, nyilván nem innen megyek nyugdíjba, de most egy dolog ambíciónál, hogy azt jól megcsináljam. Nem azon gondolkodom, hogy ezután hova lehetne menni. Az első részben már beszéltünk a sporttal való kapcsolatodról, ugye a vízilabdáról, azonban tudjuk jól, hogy a kézilabda is szívügyed. Mit jelent számodra a kézilabda és a kézilabda szövetség? Futballrajongókkal, még akár párton belül is össze szoktunk ezen akadni. Szerintem most ha ezt hallják, vagy hallanák futball elfogultak, akkor nem fognak egyetérteni. Szerintem a legjobb labdasport. Hozzáteszem egyébként a második legnépszerűbb és legnagyobb lélekszámú sportszervezet Magyarországon, nyilván a futball után. És ahogy a feleségem egyszer megfogalmazta, azért jó, mert nagyon mozgalmas, és 60 perc alatt itt mondjuk van 60 gól egy kézilabda meccsen. A futballban meg 90 perc alatt van, hogy csak egy van, vagy kettő, vagy egy se. Tehát sokkal fordulékonyabb, vagy fordulatosabb, izgalmasabb, gyorsabb, tehát egy pörgős játék, ráadásul kontaktsport, tehát azért az erőnek is nagyobb jelentősége van, meg a fizikai adottságoknak. És szerintem azzal, hogy a női ága is, a futballban ez azért nem elmondható, de kézilabdában abszolút így van, a női ága is nézhető, és élvezetes, ráadásul a világ legjobb női bajnoksága az a magyar, azzal egy sokkal szélesebb társadalmi elérése van, tehát tömegesíthető is. Úgyhogy én nyilván elfogult vagyok ebben is, de én csak jókat tudok mondani. Ilyen pörgős élet mellett hogy tudod összeegyeztetni ezt a családdal? Ugye van egy szép feleséged, két csodálatos gyermeked. Mennyit tudtok találkozni? Tehát egy politikus, egy ennyire túlfűtött életet élő politikus, hogy tudja összehozni a családot, a magánéletet a munkával? Tehát este meg hétvégén. Ezt meg lehet csinálni. Egyébként a gyerekeimmel ahhoz képest, hogy a kérdésedbe rejtve volt egy állítás, hogy nagyon sok mindennel foglalkozom, én azt gondolom, hogy sokat vagyok velük. Hát arról nem beszélve, hogy a fiam az rászokott egy pár éve arra, és még mindig nem hajlandó leszokni róla, hogy éjszaka átjön és befekszik szorosan mellém az ágyba, amiből azt következik, hogy van, hogy az ágy mellett kötök ki, vagy lehúzza a takarót, tehát hogy nem a legnyugodtabbak az éjszakáim, de én most úgy érzem, hogy nagyon, nagyon szoros a viszonyom a gyerekeimmel, tehát nem gondolom azt, hogy ők apa nélkül
nőnek föl. Tehát amikor van lehetőség, az a család és a gyerekek. Persze, persze, persze. Úgyhogy nem tudom, valahogy mindig kijön. Hát most nyilván napközben nem látnak, tehát amúgy is óvodában vannak, meg mindenki végzi a maga dolgát, de azért én hétvégén, meg esténként, meg nyáron, meg amikor ilyen szünetek vannak, én sokat, sokat vagyok velük. Meg hát jó is a viszonyunk, tehát nem idegen ember állott, aki sose látnak. Pont a gyerekek kapcsán jut eszembe, hogy ugye a műsorunk címe a Mi vagyunk a magyarok. Te, mint apa, és nyugodtan mondhatom, mint politikus, mit adsz át a gyermekeidnek? Tehát mit jelent számodra az a magyarság, a nemzeti öntudat, a hazaszeretet, amelyet mondjuk akár politikusként az embereknek, akár családfőként a gyermekeidnek átadsz? Ez nagyon-nagyon sok lábon áll. Ez az átadás, amit kérdezel, ez tudás alapú is, meg érzelmi alapú is kell, hogy legyen. Tehát nem tud az ember anélkül, nem tudja megélni a, hogy mondjam, a nemzeti hovatartozását, a magyarságát, hogyha azt a népet nem ismeri, és vagy annak a nemzetnek a történetét, stb. Tehát szerintem egy kisgyereknél, és én így is nevelem az én gyerekeimet, nagyon fontos, hogy először is tisztázzuk, hogy ők kik. És ezért, amikor ők megtanultak beszélni, akkor megkérdezte tőlük bárki, hogy és te milyen kisfiú vagy, akkor azt mondta a fiam, hogy én magyar kisfiú vagyok. Tehát ezt szerintem honnan kell kezdeni. És akkor, hogy mondjam, meg kell tanulniuk mindent, ami a fejben kell, hogy meglegyen ahhoz, hogy ők magyarok legyenek. A himnuszt, néhány imádságot, hol van Magyarország, mi a fővárosa Magyarországnak, milyen a magyar nyelv. A magyar nyelv szép, ezt is mindig mondom nekem. A magyar nyelv szép, a magyar nyelvet sokféleképpen lehet beszélni. Lehet rondán is beszélni, de nektek szépen kell beszélnetek. A magyar nyelv az egy jó. És akkor innen fel lehet építeni azt, hogy egy gyerek, mire mondjuk kamasz korához elér, vagy tinédzser korához elér, akkor összes tisztában lesz azzal, hogy hol van, kicsoda, kik voltak a szülei, kik az ő honfitársai, és mitől vagyunk mi különlegesek. Onnan, vagy onnantól kezdve, vagy odáig emellett kell egy érzelmi töltet is. És szerintem ez már egy kevésbé definiálható dolog. De szerintem az nagyon fontos, és érdemes nyugatabbra tekinteni. Ez tipikusan az az ügy, amiben érdemes nyugatra tekinteni, hogy azt, amit a kommunizmus belénk nevelt, még egyébként belém is, aki a 80-as évek gyermeke voltam, aztán a 90-es évek SZDSZ-es retorikája is, ez az állandó alattvalóság, alárendeltség, kudarc, nyomor, bénák vagytok, hülyék vagytok, semmire kellők vagytok. Lenni. Igen, ez a merjünk kicsit lenni. Ezzel le kell számolni minden gyermek felé. Tehát az új generációk nem nőhetnek úgy föl, hogy mi valami loser banda lennénk. Hát az egyik legrégebbi államisággal rendelkező európai nép vagyunk, akik, és most unásig ismétlem majd, gondolom, sokszor hallott toposzokat, de hát mégiscsak mi védtük a keresztény Európát a muzulmánoktól. Mégiscsak mi voltunk azok, akiket a nagy orosz medvétől a nácikon keresztül egészen mondjuk a déli nyomulásig, hogy a középkorra visszamondjuk, mindenki állandóan egy átjáróháznak használt, és mégis megmaradtunk. Tehát nekünk van a legkülönlegesebb nyelvünk ebben a szláv, germán, mindenféle minket körülvevő világban. Tehát annyi mindenre lehetnénk büszkék, hogy én nem is értem már lassan 40 éves fejemmel, hogy mit akartak a komcsik, hogy mit kéne nekünk egész pontosan szégyellenünk. Egy büszke, európai keresztény nép vagyunk. És ha fölnő egy új generáció, és ő már úgy éri az életét, és ha meglát egy tőlünk nyugatabbról jövő embert, akkor nem állandóan lemegy kutyába, vagy megalázkodik, vagy az az életösztöne, vagy az állandó reflexe, hogy nekünk össze kell húznunk magunkat, hanem mi vagyunk a magyarok, akik büszkék a saját hazájukra, és mi sikeresek vagyunk egy halom Nobel-díjassal, egy csomó olimpiai aranyéremmel, számtalan találmánnyal, gyönyörű történelmi múlttal, amiben persze voltak kudarcok is, és a kudarcokból eredő sikerünk mégiscsak az, hogy ennyi tatár, török és mindenféle hódítás után még mindig itt vagyunk, és ha jól nézem, még a mai napig is Európának az egyik meghatározó véleményformálói vagyunk. Tehát nincs mit szégyellenünk nekünk ezen, és jó, ha ezt a szülők elmondják a gyerekeiknek. Legyünk büszkék a hazánkra, legyünk büszkék Magyarországra. Legyünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy itt voltál velünk. Nagyon jó beszélgetés volt. Köszönöm szépen. Meghívtatok.
Önöknek is köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mi vagyunk a magyarok.